Legalább 7 ember megsérült, amikor egy autó a tömegbe hajtott Tel Aviv egyik forgalmas utcáján. Többen súlyos állapotban vannak. Egy palesztin férfi kocsiából kiugorva késsel is az emberekre támadt. A helyszínen lelőtték. Az iszlám dzsihád szervezet közölte, hogy a támadás volt az első válasz arra az izraeli hadműveletre, amely a ciszjordániai Jenin városában zajlik palesztin szélsőségesek ellen. A radikális Hamas szervezet hősiesnek nevezte a támadást, amelyet egy ciszjordániai palesztin követett el Tel Avivban.